Köszönjük szépen. Jó estét kívánok. Reméljük, hogy két kocintás között azért tudnak ránk is figyelni. Mint bizonyára emlékeznek, meghirdettük a heti hetes sztárja, illetve az ország legjobb humorópoli... ezt már akkor sem tudtam kimondani, humorópoli... Mondd azt, hogy domború, nem homorú, domború. A legjobb humorú politikusa versenyünket az idei évre. Az utóbbival kezdem. Holt versenyben a leghumorosabb politikus címet nyerte Torgyán József és Kunce Gábor. Én nem tudom, hogy nincs, nem lehet, egy napon nem lehet említeni őket. Hát az egyik semmi, önmagában... De hogy mind a kettő, hogy a másik a Holt versenyben van. Hát az egyik önmagában egy vicc, nem? De én például a Torgyáron soha nem tudtam nevetni, de hát... Pardon. Egy rahedli érvénytelen szavazatot is kaptunk. Azt hogy lehet érvénytelen szavazatot? Mindjárt mondom, szavaztak. Ezek nem érvénytelenek azok a bizonyos szavazatok, hiszen nem politikusra érkeztek, hanem közalkalmazottra, de úgy érezzük, hogy... De úgy érezzük, hogy annak a sok száz levélírónak, aki rászavazott, nincs ellenére, hogy a bronzérmet szavazataik alapján odaítéljük dr. Grespik Lászlónak. Ki tudja megmondani, hogy miért fog minket most ezért beperelni? Nem minden. Adtunk neki bronzérmet? Nem. Hanem miért? Mert ő nem közalkalmazott, hanem köztisztviselő. Jaj, akkor hogy most gyorsan el ezt még egyszer köztisztviselővel. El elképesztő közt... mennyiségű érvénytelen szavazatot kaptunk, amelyek azért érvénytelenek, mert a címzetjük nem politikus, hanem köztisztviselő. De úgy érezzük, hogy a szavazatok nagy száma indokolja, hogy a bronzérmet mégis odaítéljük dr. Grespik Lászlónak. De jobb, mint az előző kettő, meg ki se nyitja a száját, és már lehet rajta nevetni. Jössz velünk, ha! Ami a heti hetes sztárját illeti, csak néhány idézet a több ezerből. Dömötör István Máté Szalkáról a következőt írja. Mondd a végeredményt, hogy ki nyerte, vagy valamiát. Dömötör István Máté Szalkáról a következőt írja. Arra kérnek, hogy válasszam ki a sóletből, melyik a legjobb része, a füstölt marhaszegy, a hagyma, a só, netán a víz, vagy a tűz, amelyen megfőtt, esetleg maga a szakácsnő? És... Rám, én kavargatok azért, de... A Juci csak a... Imókat, te vagy a püspök falat. Én meg csak néha bedugom a fakanalat. És... Na, és talán a legtömörebben Lőveiné Kovács emese fogalmazta meg egy versben az eddigieket, melynek utolsó két sorát, mármint a versnek utolsó két sorát engedjék meg, hogy idézzem. Ki hát a sztár-e sok kópéból? Töröm a fejem a neven. Azt mondom én, külön sztár nincs. Azok együtt vagytok heten. Csinálja meg valaki a szobromat most már, unalmat. Ahogy ott lovagolok, Én kaptam egyet Rész Katalintól, és ő angolul csinált egy sorrendet. Azt mondja, Bajor is good, Gálvölgyi is better, Vere best. Szeretném megköszönni a valamennyünk részére érkezett töménytelen karácsonyi jó kívánságot. Többek között a Szélpál családtól is egy nagyon kedves kis ajándékkal együtt érkezett ez a dolog. Kedves heti hetes, így a levél, mivel nyugdíjasok vagyunk, nem sok lehetőségünk van szórakozni. A tévé műsorában önök sok kellemes órát nyújtanak, ezért fogadják tőlünk ezt a szerény figyelmességet, amelyet saját kezüle készítettem kukoricalevélből. Jaj, mi az? A kukoricalevélből készített szívesség. Parancsolj. Köszönöm szépen. Vegyem ki. Kivettem. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Tudod, ki lettél? Kukorica Jancsi. Vas Imrétől kaptam a következőt. Minden nap új alsógatyát veszek fel. Vasárnapra már hét van rajtam. Hölgyeim és uraim, Bajor Imre! Dál
Bonyol János! Hernádi Judit! Verebes István! Havas Henrik! Farkasházi Tivadar! Mi a különbség a Beatles és Michael Jackson között? Hm? A Beatles már szétesett. Hihetetlen. Én kérek elnézést. Na, egy titkot szeretnék elárulni. Mindig ugyanezt mondod, Besezem, mindig röhögnek. Hihetetlen. Igen, mert átnézik a felelősségemet. Ő mindig legalább egy új poént mond. Na hát. Szóval, mi adások között... Előtt, után szoktunk azon tűnődni, hogy ha már annyit szekáljuk a politikusokat, akkor mi tudunk-e esetleg, vagy tudnánk-e adott esetben ad abszurdum jobbat, jobb alternatívát ennél. Egészen pontosan és egyszerűen megfogalmazva, közülünk ki, milyen pártot alapítana. Ez szóbeszédtárgya volt nálunk, közöttünk, és azt hiszem most értünk el a végkifejlethez. Ki milyen pártot alapítana? Én még én. Hát, gyerekek. Számítasz rám, vagy nem? Feltétlenül. Majd elmondom, hogy miért. Hát akkor, ha már tényleg a tanár úr megtisztelt engem ezzel, akkor én a kicsi huszár párt alapítanám. Meg, de most rögtön elmondanám, hogy nekünk egy nagyon nagy székház kéne. Rögtön indulásképpen, mert ugye valahova el kell helyezni a lovakat. Na most... Mi mindjárt a Margit-szigetre gondolnánk, mert központi helyen is van. Jelmondatunk, akit ma megalázhatsz, ne halaszt holnapra. Honlapunk is van. Honlapunk. Kicsi huszár, nagy kukac. Hú! Az nagyon fontos, hogy kardot mindenki otthonról hozzon magával. Alapfizetést is adunk. Havasba számolunk. Egy havas 5 euró. Ennyit tudok így. Címered nincs is? Címerem van. Kérdezem, van. Tehát van? Ja! Hát itt a címerem. Jaj, de éde. Diótörő! János? Várjál, hogy legyünk politikaiak plurálisak, én mindig utolsó vagyok, hogy egy bal egy jobb, jó? Parancsolj! Természetesen, jegyünk akkor plurálisak. Magadra érted a jobbot? Hát a képernyőn. Jó. Na, a címeremet találjátok ki, hogy micsoda, mutassátok meg. Hát a röbetű nincs benne, az biztos. De... Közmezőben áll Mátyás király, és fölajánlja Pelét. Nem tudom, hogy ki az a Pelé. Langyos, ugye? Ugye híres történet, hogy felcsúton megállt Szent István, és felajánlotta országát Máriának. Itt fölöttem ugye Mátyás király van. Igen. Ugye ezért Mátyás király százszor felajánlja Rivaldót Kinizsinek. És akkor a programom a következő. Tasnádi Péter helyett se, nem mondom kivel, hogy érdekesebb legyen a dolog. Építünk 600 km autópályát. Mi a párt neve? SMS mondjuk, jó? Szászói Mátyás Szövetség, jó? Az jó. És akkor 600 km autópályát építünk, Bazita, Füle, Szászó, Kisorosz és az Alagi lóversenypálya között. A sódert az Fábri szállítja hozzá. Mind a 10 millióra lebontott programom van, de én a... Bocsássuk, a Fábri alvállalkozó? Igen, igen. Jó. És a 10 milliót most nem tudom elmondani, de a közelállók, a közeliekhez elmondom. Havas Henriket 6 napra kinevezem államtitkárnak, hogy újabb 4 évig tudjon mesélni róla. Nem lesz ez egy... Nem lesz ez kicsit csak most már az a 6 nap? Te a Bozi úr után eljátszhatod Bogáncsot, Kántot, Mancsot, Rizs...
Most én gyakoroltam otthon, rint-int-int is eljátszhatok. És Téventől az éneklő kutyát zenés felára. És hogy legyen egy kis pénzed a 101 kiskutya nevére vehet 101 veszteséges céget. Júci, neked nem kell megvárni a 2012-es olimpiát, már 2004-ben indulhatsz a görög olimpián. Minden nap annyi számba indulsz, amennyit bírsz. Amennyit bírnak a görögök. És a... összetettbe is, vagy csak szertornán? Összetett. És te leszel a könyvtárügyi miniszterem. Köszönöm szépen. Kedves. Csak az olvasás éve helyett a számolás éve lesz, hogy a sörölátéketeken hány strigulát. Jó, magamnak nem kérek semmit, csak 10 percet, hogy ne futtam előtt 5 perc, hanem utána 5 perccel játszhassak mindig. János? Akkor jönnék, én nem tudom, hogy megmutatható-e az én címerem. Kicsit olyan Dimitrovos. Dimitrovos. Azt adták itt a kollégák, hogy a tanácstalanság pártja. Én ugye több mint 50 évek élek itt, valami hallatlan szerencse folytán ebben az országban, és a tapasztalataimra hagyatkozva én semmilyen pártot nem alapítok, mégpedig azért nem, mert én legalábbis, és lehet, nagyképűnek tűnök, a szakmámban sikeres vagyok, szeretem a hivatásomat, szeretek dolgozni, tehát nem ülnék be a parlamentbe. A programom viszont nagyon rövid, és én ezt egy nagyon szép részletet egy középkori imában találtam. Ennyi a programom, ezt kívánom maguknak is, magamnak is. Istenem, adj nekem nyugalmat, hogy el tudjam viselni azt, amit megváltoztatni nem tudok. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam azt, amit meg tudok változtatni, és adj bölcsességet, hogy az egyiket mindig meg tudjam különböztetni a másiktól. Ennyi. Akkor csináljuk itt cikcakban, Havas úr. Hát Havas úr egy olyan pártban gondolkozik, amely segítségére volna a többi pártnak. Magyarán igen nagy hiány van szakképzett emberekből, látjuk, hogy egy földművelési és városfejlesztési miniszter pótlás, vagy amikor a közlekedési miniszter kihullik. Egyáltalán óriási problémákat okoz a pótlás. Tehát ilyen kölcsönpártot gondolok, Jolly Joker az azt jelenti, hogy bármivel behelyettesíthető, bármire alkalmas, lehet miniszterelnök, közigazgatási hivatal vezető. Itt egyetlen egy probléma van, hogy kik alkalmasak erre. Tehát van-e olyan ember, aki bárhova tehető, bármit meg tud oldani? Ezért a pártba való felvétel feltételei legyen 183 centi magas, megjelenésében vonzó. Intellektuálisan bizonyos szintet meg kell ütnie, ellenben azonban bírjon egy éjszakát végiginni a kicsi huszára. Továbbá legyen gyakorlata gépjármű oktatásban, gépjármű szerelésben, jogász és egyetemi képzésben, továbbá... Pedikül-manikül nem kell, csak... továbbá legyen legalább 6 napos kormányzati tapasztalata. És hát 2 szárnya minimum, hogy azért... hogy a glória alá beférjen valahogy. Zsor. Komoly pénzért, tehát komoly pénzért rendelkezésére állunk a pártoknak. Több, semmi nem számít. Mi nálad a komoly pénz? Szombaton elmondtad, hogy te biliárdos vagy. Mi a többes szám? Mi az, hogy rendelkezésre állunk? Hát te vagy egyedül, nem? Ő. Úgy gondoltam, hogy klónoztatnám magam. A klón? A klón? Klón is ez jó. No, hát kérlek szépen, én veled nekem azért egy koalícióra lépnék. Most majd nézd is meg nekem milyen helyes kis cím. Látod, hogy elférsz a másik felébe. Mert ez lenne a fél emberek pártja, tudod? Ide sajnos azért azt hiszem igazából nem felelsz meg, mert ide csak azok jöhetnek, aki egy picit is úgy érzi, hogy egy kicsit is fél. És mindegy, hogy jobb fél, vagy bal fél,
végül is. Ezokat mind szeretettel várnám én ebbe a pártba, mert hogyha megnézzük ugye azok az emberek, akik úgy gondolják, hogy ők jobb felek, akkor hogyha megfordulunk, akkor ez inkább olyan, mint hogyha ha hátulról nézzük, hogy akár ugye átmegy szinte már a másik oldalra. Igaz, hogy mostanában mindenki jobbra gyúr, de persze azért, bármilyen színű. Persze azért a lényeg nálad is középen van, nem? Hát ez a lényege, mert a lényege az, hogy végül is egyik fél sem lehet meg a másik nélkül, így lehet csak egész. Ez az én pártom programja. De azt, amit mondjuk, ha be akarok lépni, amit én eddig bal oldalon voltam, azért nem kell áttennem a jobb oldalra. Nem, az bal oldalon van. Jó. Nem kell. Nos? Nekem komolyabb az én pártom. Én... A neve Gép. Gép? Igen, Grespiket éltetők pártja. Fogaskerekek sem véletlenül vannak, mert a fogaskerék az jelkép. Márhol. Felolvastam a program nyilatkozatomat, jó? Mert megírtam, én fölkészültem. Minden jelentős közhivatal élére legalább olyan elhivatottságú szakembereket állítunk, mint amilyen névadónk. Valamennyi kultúrtörténeti elméletet, ami az ősrobbanástól a mai napig született, újraírunk. Elsősorban érvényt szerzünk annak az általunk bizonyított ténynek, hogy az első emberpárt szkíta impliciten magyar volt. Valamennyi bíróságunkon eljárunk a tanácsvezető bírák vallási átvilágítása érdekében, majd a nem katolikusokat közös karámba tereljük a kergemarha korban szenvedő egyéb jószágokkal a Hortobágyon. Vállaljuk, hogy az összes külföldi állampolgárt, aki hazánkban fedél alatt lakik, ős magyar vadkutyákkal űzzük Hegyeshalomig, ahol a határőrség katonái egy-egy jól irányzott seggberugással irányítják őket vissza a modern Európába. Céljaink között szerepel minden nem jobboldali újságíró egységes beperlése, az összes olyan állampolgár teljes vagyonfosztása, majd a rabszolgaláncra verése, akinek a legkisebb humora is van. Elsőrendű feladatunká tesszük a magyar nyelvből a következő rendkívül kockázatos jelzők törlését, úgy mint hülye, barom, ökör, idióta, retardált oligofrén. Alapvető elveink között szerepel a számunkra legfontosabb tartalmú meldöngetés, amelynek egységesen elfogadott jelszavává avatjuk az én katolikus vagyok mondatot. Ugyanakkor eltekintünk attól, hogy bármelyik közhivatalnoknak a keresztényi elvek szerint kelljen nyilatkoznia vagy tennie. Amennyiben a jelenlegi kormányerőkkel koalíciót kötünk, a következő 4 éves ciklusban általános követelményét tesszük a pártközi talpnyalást. A talpszócskát idővel egyéb arra alkalmas testrészt megnevezésével helyettesítjük. Győzelmünk esetén, amiként a szkítából magyarrá fejlődtünk, azon mód magyarból rövid idő alatt grespikké alakulunk, majd mind a 10 millióan az Egyesült Nemzetek Szervezetében hazánkat grespik országként jegyeztetjük be. Mi grespikek leszünk a világ egyetlen olyan nemzete, akiknek nem 9-szer egymás után csavarodik a DNS molekulája. Talpra grespik híja haza, lássátok feleim, mik vagyunk, isapor, homu és grespik. Iska, ez zeneprogram. Ez isteni program. Azt tudod, hogy neked egy egész évvel van programod? A bíróság. Én elhoztam, és nem leszek ilyen intellektuális ma este, csak egy Oscar vált kötetet, ennek semmi reklámértéke nincs, csak néha hadlapozzak bele jó, mert olyan jók vannak benne. Például mindarról, miről beszéltünk el a pártalapításról, azt mondja, Oscar Wilde, aki 1900-ban már meg is halt. A kor, amelyben élünk, az agyon dolgozott és az alulművelt emberek kora. Olyan kor ez, amelyben az emberek szorgalmasan küzdenek azért, hogy meghűljenek. Gratulálok, boldog új évet! Azt akartam mondani, hogy én jelképű mindeset egy halat választanék, mert az olyan, mint én. Van feje, de a farka irányítja. Én kérek elnézést, és boldog új évet! Ezt én fogok elnézést. Próbáljuk ki. Nem lesz az olyan. Jácsó farkáira Juci kérjen elnézést, gyereket.